Folytatjuk a Spektrum Home magazint egy visszatérő vendéggel, szomszédommal, jó barátommal, Pálinkás Norberttel. Sziasztok! Szia. Aki, hát egyrésztről onnan lehet talán ismerni téged, hogy rendező vagy, és a Katinka filmnek is te vagy a rendezője, erről is fogom majd kérdezni, de most nem ebben a formában vagy itt, hanem mint kalaznói életérzést generáló ember, ugyanis neked Kalaznon van egy hatalmas nagy parasztházad, amit te újítasz föl. Mesélj egy kicsit erről, miért pont Kalaznó? Legalább 15-20 éve keresek már egy helyszínt a terveim megvalósításához, ami egy önellátó vendégház. Az önellátás azt jelenti, hogy én szeretnék megtermelni szinte mindent, ami a konyhára kerül, a konyhában a vendégek asztalára kerül. Különböző helyszínek szóba jöttek, de soha nem volt meg az igazi. És két évvel ezelőtt, most már több mint két évvel ezelőtt elvetődtem épp a rendezői munkám kapcsán egy Tolna megyei kis faluba, ahol már ismerős voltam, nagyon sokat jártam oda gyerekkoromban, mert ott éltek a nagybátyámék, és ez kedvenc terepen volt, dimbes dombos táj, égisfák, parasztházak, gyönyörű környezet. Aztán elköltöztek, meghaltak a rokonok, 20 éve nem jártam oda, és akkor így kiszálltam az autóból a forgatás kapcsán, és úgy éreztem, hogy így nem tudom, kicsit így hazataláltam. Meg, hogy, nem a nyomasztó Pilisben vagy, mert egy igen, nem a nyomasztó, sivár, szürke Pilisben vagyok. Pilisben is próbálkoztam egyébként ebben a vendégház dologgal, de egyrészt nem túl jók a földek, tehát az, hogy ott 2-3 hektáron elkezdjél mondjuk kerti zöldséget termeszteni, ahhoz azért elég komolyan át kell ott rendezni a terepet. Másrészt brutális ingatlanárak vannak, nincs is igazából terület, tehát ott azt így gyorsan elraktam, hogy az nem fog működni. Itt viszont minden adott, tehát ez egy 100 fős zsákfalu. A legközelebbi országút az 4-5 kilométerre van, benn van az erdő mélyén, a dombok között ez a Kalaznó nevű település. Van patak, van halastó, ahol egyébként halakat tenyésztenek és hordják országszerte árulni, tehát hal van. Vannak szántóföldek, mezők, legelők, óriási üresen álló kertek. És hát azt gondoltam, hogy ez egy... És jó föld. És nagyon jó föld, így van, és úgy gondoltam, hogy ez egy ideális terep lenne ennek a projektnek a megvalósításához. Akkor ezt a projektet igazából magadnak csinálod, és nem azért, hogy a végén tényleg legyenek vendégek, vagy? De hogy nem. Igen, mert úgy beszélt róla, hogy... Oda szeretnék nyugdíjba vonulni, hogyha na, azért mondom, hogy nem a vendégekről van szó. Öt év múlva már nyugdíjas korú leszek, és legalábbis amit saját magamnak kitűztem nyugdíjas. Helyes, jól tartod magad. Akkor szeretnék egy kicsit hátrébb vonulni a filmipartól, és jobban bekapcsolódni ebbe a vendéglátás, termelés, vidékfejlesztés, egy kicsit a falu életét is szeretném, szeretném felhúzni azzal, hogy ott egyre több és több dolgot csinálok, rábeszélni a helyeket az önálltó, vagy a gazdálkodásra, hogy minél több mindent tudjunk megtermelni magunknak. Szóval ez is sokkal komplexebb elképzelés annál, mint hogy akkor én most ott nyitok egy vendégházat, ahol majd jönnek a vendégek. Az csak egy szelete ennek az egésznek, fontos szelete, de emellett remélem lesz saját sajtunk, saját hústermékünk, saját befőttünk, savanyúságunk, lisztünk, olaj. Ehhez tényleg kell egy hosszú nyugdíjas időszak, hogy ezt mind megvalósítsuk. Igen, de már belekezdtem 2 éve, szóval egész jól haladok. Na és akkor hogy áll most a projekt? A házfelújítás az mondhatni a tervek szerint zajlik, hát ez egy eléggé romos állapotban lévő ház volt. Gyönyörű, adott... Finoman fogad, most ezt elmondom, mert én jártam ott, tehát ez úgy nézett ki ez a ház, hogy kidőlt fal, ma összedőlt háztető, tehát hogy ez szerintem mindenki így... Tehát nem volt ház. Nem volt ház. De volt, az egyik része nagyon jó volt háznak, de sok része, ez egy nagy épület, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, mint a... nem tudom, az északi középhegységben a parasztházak, hogy ilyen alacsony mennyezet, picikek is ablakok, hanem ezek már a 30-as években épült polgári parasztházak, amik a budapesti mintákat vagy a nagyvárosi mintákat másolták. Például egy csomó szecessziós elem és art deco elem megjelenik a házak díszítésében. 3-25-ös belmagasság, óriási ablakok, lehetne a Margit körúton is egyébként belülről egy-egy szoba, óriási kétszárnyú ajtók. Viszont a ház hátulja, a gazdasági részek azok elég romos, elhanyagolt állapotban voltak, tényleg kidőlt falak, leszakadt födémek, beomlott tető. És ez megtetszett nekem, mert végre valami kihívás. Végre valami, igen, tudod, igen. És unatkozott a Norbi. Igen, pisztítsályi dolgokkal egyébként sem szeretek foglalkozni, szóval akkor ez most akkor valami. És hát ezek a romos részek mind helyre vannak állítva, kivéve a góri, a kukorica góri, amire még nem jutott időm, az így meg van támaszgatva mindenféle oszloppal, meg ilyesmi, hogy ne omoljon ránk. De az összes többit már újraépítettük, falasztuk, tetőt csináltunk, stb. És hát a kertben is elkezdődött a kísérleti gazdálkodás, egyre nagyobb és nagyobb területet fogok betermelésre. Ezeket fel kell szántani, le kell írtani a bozótot, ki kell írtani, el kell rendezni a terepet, szóval van vele munka. Ezt nem egyedül csinálod?
Hát vannak, ugye ott a kis családom, a barátnőm és a két fiam, akik amikor tudnak, segítenek elég sokat egyébként, meg van néhány helyi srác, helyi ember, akiket így be tudtam ebbe vonni, és amikor kell, akkor jönnek és segítenek nekem. Kiadod a parancsot és... Segítenek nekem. Van egy gondnokom, Pityu, aki most éppen betegeskedik, és így félig-meddig nyugállományba vonul, de ő egy ilyen állandó segítségem, tehát ha mit tudom én, télen a... plusz négy fokos szobába érkezek, és előtte be kell gyújtani reggel, akkor ő megy és begyújt, meg itt meglocsolja a paradicsomot, tehát van már paradicsom. Van. Hát hoztam is ide egy-két dolgot, meg tudom nektek mutatni, hogy miket termelek. Jó. Igazából csak olyat hoztam, ami saját. Vagy kalaznói, és onnan kaptam szomszédoktól innen-onnan. Majd erre majd térjünk, igen, vissza, hogy milyen jó kis terményeid vannak a jó kis pihent földből, meg természetesen vegyszermentes, meg ilyesmi, de muszáj kérdezünk egy picit a Katinka filmről is. Bátran. Majd meglátjuk, hogy elmondom, hogy sem. Légy, mondd el, hogy mi nem volt. Nem spoilerezzünk, tudod, most már ott tartunk, hogy na mond, aztán hát azt tudom, hogy Los Angelesben forgathatok, mert pont mikor nem voltam nálam látogatóban, másnap indultál Los, igen, Angelesben, mit csináltatok ott és miért? Azért jártunk Los Angelesben, mert Katinka oda járt egyetemre, és ezt már az elejétől kezdve terveztük, tehát az néhány helyszín volt biztos, ahol forgatnunk kell, az egyik az Los Angeles volt, oda járt 4-5 évig egyetemre, ott vált belőle profi úszó, ott nyert első, tehát ott edzett, amikor az első világbajnoki aranyérmét szerezte, ott ismerkedett meg volt férjével, ott vannak azóta is barátai, közeli kapcsolatai, tehát ez nagyon fontos helyszín volt a főhősünk életében, és ezért mindenképpen vissza kell oda menni, és ott találkozott is a régi edzőjével, voltak a magyar vonatkozások, akik segítettek neki odajutni az egyetemre, segédedzőjével, barátnőivel, elmentünk a kedvenc helyszíneire, tehát elég jól sikerült ez a forgatás, és nagyon hiányzott is a filmhez. Hogy álltok egyébként a filmmel, tehát hogy meddig forogtok még, és mikor lesz látható? A forgatások nagy részén túl vagyunk, még van egy pár pótforgatás, elmaradt jelenet, ilyesmi itt Magyarországon. Múlt héten Firenzében voltunk, ahol Katinka egy díjat kapott, egy Fair Play díjat, ami már ilyen életműdíjnak is tekinthető. Azt még felvettük. Ezen kívül akkor tervezünk még forgatni, hogyha valami nagyon komoly esemény, dolog történik a fősünkkel, alapvetően most már az utómunkára koncentrálunk. Én itt nagyjából beköltöztem a vágószobába, és ott a kollégáimmal nézzük ezt a brutális mennyiségű nyersanyagot. Másfél éve forgatunk. Órában? Hogy még hány óra nyersanyag? Hát most csináltunk egy leválogatást, kitettünk mindent, ami szerintünk nem kell, és ami szóba jött, hogy érdekes lett a filmben, az is 10x óra, de nyilván leforgatott anyag az 10-szerese, 20-szorosa ennek, de hát ebből a 10x órából kell majd ugye 100-110 percet csinálnunk, úgyhogy most sokszor nézzük előről a végéig, aztán újra, meg újra, meg újra, és dobjuk ki azt, ami... Mikor szánjátok ezt a mozikba, vagy hogyan? Jövőre kerül valamikor mozikba. Átküldünk téged a konyhába, mert hogy itt belengedted már, hogy milyen finom dolgokat, nem tudom, hoztál, és hogy abból készítettél valami. Csak egy szendvicset. És majd Katinkáról még ott is beszélgetünk egy kicsit, de akkor most kérjük szépen, hogy állj neki, mert nincs olyan sok időnk, és haját, mert éhesek vagyunk. De mondjuk neked főzni, az elég nagy kihívás. Hát ez pont ez benne, jó, ezért noszogatlak, hogy indulj el, légy szíves. De azt hiszem, hogy sikerült a férfiakat kimozdítani a komfortzónájukból, a Márk csomóz. Norbi pedig itt izgul mellettem, hogyha nekem kell főzni, az egy szörnyű dolog, pedig hidd el, nem hogy szörnyű, ez nagyon jó. Magasak az elvárások. Nem, egyáltalán nem magasak az elvárások. Én imádom, hogyha valaki főz nekem, főleg, hogyha az egy férfi. Úgyhogy légy szíves, mesélj, de köszönöm. De nem, azért gyönyörű, de nem amiket csináltál. Nem főztem igazából, főzni nem mertem, csak mindent rádobáltam a lángra vagy a tűzre. Hát az a főzés. De mindent elintézett a jó kis tűzhely. Na jó, de hoztál hozzá fantasztikus, igen, alapanyagokat. Nézzük meg, hogy miket. Jó, ez egy paradicsom. Ez icipici. A maga egy nagyon kedves barátomtól származik, és most már második évben palántálunk belőle és termesztünk. Az a neve, hogy Johannisberg. Önmagában fogyasztva nem annyira karakteres az íze, de kóstold meg egy kicsit rápirítva. Jó, kicsit rápirítva. Tehát készült ebből a paradicsomból egy ilyen pirított paradicsom saláta? Mondhatjuk, igen, van benne még saláta, ami szintén, igen, a mi kertünkben van, ezt egy kicsit megsütöttem, ezt nem szeretik főkezdeni a sátát, de kicsit rápirítottam, és a redőibe pedig egy kis vörösbor redukciót csorgattam, ez egyszerűen magas hőn be van sűrítve a bor, és a bor is kalaznói, képzeld el. Pontosabban szekszárdi, de egy kalaznói barátomtól kaptam, akinek szekszárdon van. Jó, tehát akkor itt minden, ami a tányéron van, azt még egyszer nyomatékosítsuk, hogy vagy a kertedből, vagy a környékről származik. Ez a faluból, kalaznóról. A céklát elkezdték enni a szarvasok,
Úgyhogy gyorsan akkor elhoztad ide nekünk. Szedni, De ez nem olyan, mint egy, hogyha csak így megsütöd a zöldséget, mint egy kortárs képzeletű alkotás. De, az. Gyönyörű. És a legjobban tudod, mit szeretek, kóstoltok én is? Igen, a levelét, persze, a levele. És úgy szerettem volna megmutatni tényleg, hogy egy ilyen cékla, egy ilyen bébi cékla megsütve annyira gyönyörű dolog. Fülbevaló is lehetne. Igen. Én itt meg közben jelentem, hogy hát biztos, hogy ez csak holnapra lesz kész, mert hogy így kicsit nehezen veszi be az agyam. A Kriszti látta, hogy már kiborult. Nagyon türelmes. Úgyhogy hát elleszünk egy darabig, ezzel szerintem tényleg holnapra lesz. Hát inkább neked kellett volna enni, mert ahhoz értesz. Igen, az emlés az jól megy, itt a csomózás az kevésbé. A második csomómnál tartok, tehát még azt hiszem, hogy egy párat kell, ugye csinálni? Jó, van, csinálj csak nyugodtan, mert mi még csak az egyik tányér tartalmát beszéltük meg. Tehát van ez a borredukcióval meglocsolt sült saláta, a mini paradicsomokkal. Pirított mandula? Ez nem mandula. Nem, az baraszmag, képzeld el. Mert amikor a baraszból készül lekvár vagy egyéb alapanyag, akkor megmarad a mag. Megmarad a rengeteg mag, és azt kidobjuk, miközben sokkal komolyabb, nugátosabb íze van, igen, mint a mandula. Nem szabad sokat fogyasztani belőle. Nem, mert magas a ciántartalma. Ciántartalma, igen. De így néhány magot elrobogtatni, valójában a mandula magnak is magas a ciántartalma. Nem olyan magas, mint a baraszmagé, de szerintem ez így nagyon finom. Mióta érteszte ilyen jól a főzéshez? Hát én gyerekkorom óta főzök, én nem tudom, 6-7 éves koromtól kezdve. Nagyon sokáig csináltam főzős műsorokat, mint rendező és szerkesztő, 10 éven át. Ott nyilván sok mindent tanultam, meg bejártam a félvilágot így a gasztronómia mentén, és nagyon szeretem csinálni, ez nekem egy igazán ilyen relaxáló, lenyugtató tevékenység, úgyhogy alig várom, hogy délután hazaérjek. Minden nap főzök szinte. Ha nem segít be a fiam, mert a kisebbik fiam az most már kezdi átvenni a szakásmesterséget, pedig még csak 14 éves, de nagyszerűen főző, és akkor így ketten szoktunk. Ó, ez a legjobb dolog. Most add meg azt. Megvagyunk akkor a salátával, teszünk félre egy kicsit a Márknak belőle. Hallod, már fogsz kapni enni. Én nagyon köszi. És ez pedig, ha jól látom, budjantott tojás, igen, saláta, dió, igen, és birsalma sajt. És szalonna, ropogósra sütött szalonna kockák. Na hát ez is nagyon jónak tűnik. Imádom a bírsalma, dió, szalonna kombót, hogy édes, sós, ropogós. És még a bírsalma sajt? Nagyon jó lesz, mert el fogok fáradni, és kell majd az energiabevitel, mert ez itt valahogy az én agyamnak ez a én nálatok nagyon szívesen leszek vendég. Mikor nyílik a vendéghez? Remélem, hogy 3-4 évben meg tudom nyitni. Most egyelőre még csak ilyen kerti főzés. Addigra már én is nyugdíjas leszek. Igen. Hát nagyon sok munka van még a házban, tehát még a házzal. Kialakítani a konyhát, kialakítani a vendégszobákat. És addig a kert az addig a kert az halad szépen, persze, egyre nagyobb területet. Segít neked a Márk nevű Perla Hajger? Igen, kérem. Egyébként a paradicsomagok egy része tőle származik. Nagyon ez a Johannisberg nem, de ez a San Marzano-szerűség, ez biztos tőle származik. Úgyhogy igen, és tanácsokkal is ellátom a Norbit, úgyhogy tulajdonképpen nekem köszönhető az, amit ott eszelt. Na, nagyon jó, hogy ilyen jó tanácsokat adsz a Norbinak, és akkor remélem, hogy a makramézásból is ilyen magas szintre jutsz. Azt érzem, hogy a makramézással még lehet, hogy egy van egy pici fejlődési szakasz még, amíg odáig eljutok. De hát még csak most kezdted. De most kezdtem el, igen, nem szabad fel, bár úgy érzem, hogy Krisztián már kezdi feladni, hogy itt ilyen tanítványa még nem volt. Melyiket mögé? Jó, még egy csomót se kötöttél meg? Már hármat megkötöttem. Jó, de a háromból hányat kötött a Kriszti valójában? A hármat azt én kötöttem, a negyediket most ő kötötte. Mindegy, elleszünk, hát ráérsz, ugye? Jó, nagyon jó. Egész este, randi? Egész, akkor ez egy ilyen makramé randi. És engem az érdekelne, Norbi, hogy te hogy osztod be az idődet? Ugye azért ez egy nagyon nagy projekt, amiben vagy, a Katinka film. Igen. Közben ez is egy nagyon nagy projekt, amiben vagy a házzal, hogy... Mi az időbeosztás? Vagy hát az időbeosztás az alapfelás, hogy nincs szabad idő, hanem van a polgári munkám mellett van szabad időm, vagy a civil munkám mellett van szabad időm, az a kalaznói tevékenységre jut, és akkor, ha sikerül befejeznem a hetet mondjuk csütörtökön, akkor már délután ülök az autóba, megyek le Tolna megyébe, ez egy jó 2 órás út onnan, ahol én lakom, úgy állandóan, és akkor azt a 3 napot azt meg ott töltöm, a hétvégét, vagy esetleg a hét elejét is, és akkor ott közben tudok onnan is dolgozni. Bevezettem a parasztházba a szélessávú internetet, tehát a mai világban már nincs elérhetetlen, de akkor nagyon nagy valami történik, akkor másfél ott főleg Budapestre, szóval. És a család ezt hogy tolerálja? Tehát mikor jut idő? Többé-kevésbé.
Jó, akkor ebben nem megyünk bele. Inkább mentsük meg a Márkot, mert ugye még lesz egy egész éjszakád, hogy elkészítsd azt a virágtartót, viszont ahhoz, hogy el tud készíteni, szükséged van egy kis táplálékra, úgyhogy gyere, kóstold meg, hogy miket főzött a Norbi. Köszi. Mert hogy nagyon finomak, az én villámat nem adom.